meditációnak a világa. Ugye a Star Trek-es világban ezt felsőgárdalásnak hívjuk, vagy hogyha valaki finban nyelven beszél, George Lucas-én tudjuk ugyanezt megfogalmazni. És hát a Star Trek-ben arról van szó, hogy vannak az űrhajósai, akiket képesek vagyunk akár az űrhajó belsejében egyik pontra a másikra elcsugározni, akár különböző égitestekre szépen besugározni, vagy más szóval teleportálni. A kvantumvilágban létezik a teleportáció, nem csak elméletben, amit 1993-ban fejlesztettek ki, hanem gyakorlatban is. A teleportálásnak a világrekordja jelen pillanatban az 1200 km, de ebben a távolságban már tudtunk teleportálni. Nem ember, mert mi makroszkópikus világban élünk, hanem a 10-9-es élettartományban létező dolgokat, fotonokat, például hát a fénynek az alkotó elemei, amelyek információt hordoznak. A teleportálás mögött egy olyan jelenség áll, amit összefonódásnak, angolul egy tégrementnek nevezünk. Ez a jelenség, ezt Einsteint is megdöbbentette, 1935-ben két szerzőtársával írt róla egy cikket, és utána az életének a hátralévő részét arra tette fel, hogy bebizonyítsa, hogy nem úgy működik az összefonódás, ahogyan ténylegesen működik. Aztán 30 évvel később egy John Bell nevű ember 64-ben egészen pontosan publikált egy másik gondolatkísérletet, és ezt pedig 20 évvel később, majdnem 20 évvel később, 83-ban egy fizikus elvégzett egy kísérletet, és megállapította, hogy vajon Einsteinnek igaza volt-e, vagy John Bell nevű embernek volt igaza az összefonódáshoz zajló több évtizedes vitában, és megállapították azt kísérletekkel igaz volt, hogy az összefonódás az bizony olyan egyszerűen működik, ahogyan én most rögtön el fogom önöknek mondani. Említettem azt, hogy van a kvantumbitőnk, aminek tehát kettő lehetséges értéke lehet, nulla vagy egy. Képesek vagyunk arra, hogy kettő kvantumbitből létrehozzunk egy speciális kettő kvantumbitből álló regisztert, amely nagyon speciális módon jött létre, ezt a speciális módon összeáll egységet nevezzük úgy, hogy összefonódott pár, mögötte lévő folyamat az összefonódás. És úgy kell elképzelnünk ezt a kettő, mondjuk fotonunkat, hogy létrehoztam az összefonódott fotonpáromat, kicsikét elviszem őket, mondjuk egy fél méteres távolságra egymástól, és az egyik fotonomnak megmérem az értékét, és ő azt mutatja, hogy nulla, abban a pillanatban a másik fotonomnak is nulla lesz az értéke. Ha pedig ez a fotonom azt mutatja, mert mondjuk éppen úgy dől el véletlenszerűen, hogy egyes az értéke, akkor a másik fotonomnak is egyes lesz az értéke. Jó, tehát véletlenszerűen dől el, hogy nullás vagy egyes állapotban bírem be a fotonom, 50%-ban nullát mutat, 50%-ban egyet, de garantált, hogy ha az egyik fotonom azt mutatja, hogy nulla, akkor a másik fotonomnak is nulla lesz az értéke. Eddig ez, hogy remélem követhető volt, de most hozzuk létre ezt az összefonódott fotonpár, a pár egyik tagját adjuk oda Matt Damonnak, küldjük el a Marsra, a pár másik tagja az maradjon itt a Földön a NASA-nál. Matt Damon bajba kerül a Marsra, egy homokvihar miatt, és utána fogja a nála lévő összefonódott fotonpárt, az egy darab foton, és végrehajt rajta egy mérést, és azt kapja, hogy nulla az értéke. Ugyanabban a pillanatban a Földön lévő pár, ennek az értéke is nullára változik, pedig még a fény nem tette meg a Mars-Föld távolságot. Az összefonódás jelensége egy olyan jelenség, ami a fénysebesség még gyorsabban lejátszódik, és ez egy fizikailag kísérlettel alátámasztott tény. Erre mondta Einstein azt, hogy nem lehet ez, és mondta John Bell, hogy igen is lehet, és elvégezték a kísérletet, ami igazolta azt, hogy ez ténylegesen így működik. De mielőtt bárki úgy menne el erről az előadásról, hogy itt arról hallott egy tudományos ismerettel ezt előadáson, hogy gyorsabban tudunk a fénysebességnél közlekedni, vagy gyorsabban tudunk a fénysebességnél kommunikálni, az a rossz hírem, hogy nem. Ezekre mind nem alkalmazható az összefonódás, méghozzá amiatt, hogy a mérésemnek, a kiolvasásomnak a működése, az valószínűségi elven működik. 50%-ban nulla értéket kapok, 50%-ban egyet, és én semmilyen módon nem tudom befolyásolni, hogy nullás vagy egyes értéket kapja. Szóval ott van szegény Matt Damon a Marson, itt vagyok a Földön, mint NASA,
és tudom azt, hogy az lenne a megoldása a problémájára, hogy krumplit termesszem. Ez lenne mondjuk az, hogyha nullát mutat a pantinglit, az egyes érték az lenne, hogy búzát termesszem, de végre tudok hajtani egy mérés a saját nálam lévő vitemnek a pályán. Ez vagy azt mutatja, hogy krumpli 50%-ban, vagy azt mutatja, hogy búza 50%-ban. Hogy mi lenne a helyes megoldás, erről egy hollywoodi film azt beszámol, mert hozzá hát a film alapján képező könyv a Marsi mentő expedíció. De sajnos nem vagyunk emiatt képesek arra, hogy a fénysúlyosan egy gyorsabban információt vigyünk el. Szakszor ez egy tökéletesen zajos csatorna. De az összefonódást fel tudunk használni arra, hogy teleportációt végezzünk, információt vigyünk át a világ egyik pontjáról a másik pontjára, annélkül, hogy ténylegesen az adott fotont a szád küldtem volna. Úgy kell elképzelni egy teleportáló berendezést, erről hoztam egy sematikus ábrát, megint nem fog belemenni a technológiai részletekbe, hogy a két kommunikáló felünk, akiket Elisnek és Bobnak szoktunk nevezni, mert az A meg a B jelölés az önmagában az unalmas, szóval van a két kommunikáló fél, Elis és Bob, ők először megosztoznak egy összefonódott fotonpáron, majd utána Elis létrehoz egy fotont a saját laboratóriumában, amit szeretne átvinni Bob számára. Ő elvégezi jó pár műveletet az összefonódott pár nála lévő tagjával, meg a most létrehozott információt vitál, majd utána Bobhoz átküld mondjuk 2 darab füstjelet, vagy 2 darab bip-bip jelet, vagy 2 darab rádiójelet, tehát bármilyen kommunikációs módon, akár papíron is küldhet üzenetet. Bob, tehát a fogadó fél, ezután a kapott üzenetnek a függvényében elvégez, vagy nem végez el két műveletet a nála lévő összefonódott fotonpáron, és utána abban a pillanatban elő fog állni az az információ, ami kezdett beviszni. Hogyha ezt megint egy analógiára át akarnánk fordítani, én szkeptikus vagyok abban, hogy embereket tudjunk így teleportálni. Ahhoz, hogy engem teleportáljunk, először szét kellene engem mondani 10-9-es mérettartományú alkotó részekre. Ezeket sorrend helyesen kellene átvinni a túloldalra. A feleségem nem biztos, hogy örülne egy ilyen kísérletnek. És akkor még egy csomó egyéb kérdés is felmerül. Attól még, hogy a testet átvisszük, mi történik a lélekkel. Úgyhogy nem véletlenül nagyon sok kvantummechanikával foglalkozó ember az eléggé aktívan részt vett egyéb logikai és filozófiai érvelésekben is. De arra